Az ultrák visszatértek, de a rendbontás is sajnos. 19 ezer nézelő győzte a Fradi a Lokit a labdarúgó 1 ben A szünetben 50 ember keveredett rendbontásba. Késelés verekedés volt. A bűnösokat azonosítják a lelátói béke esélyéről. A kommunikációs szakember Belénesi Csaba veterán újságíróval, egyébként Fradi Dukkerrel beszélgetünk. Szia Csaba! Jó, reggelt! Na, Szia. Na most ugye az lenne a legjobb nyilván, hogyha Priskin ollózásos gólyáról beszélgethetnénk csak, de hát sajnos a legjobb sem tettjük, mert a szünetben történtek, ezt felülírják. Lehetett számítani valamiféle balhéra ott, amikor van egy visszatérő tábor, mondjuk úgy az emigránsok, és hát voltak, akik azért maradtak és kiegyeztek. Na most ezek nyilvánvalóan nem a legjobb, legnagyobb barátságban találkoztak a grupamában. Nyilván benne volt a pakliba valami, hogy ők nem fogják túlságosan szeretni egymást, de a mérkőzésen semmit nem lehetett ebből érezni jó hangulatú meccs volt, Priskin gólya csodálatos volt, Priski ritkán, ritkán ruggolt, Sajnos de akkor nagyon szépek Tehát nem lehetett ezt érezni, örültünk mindannyian, hogy végre van hangulat, 20 ezer ember. Érdekes egyébként, hogy nekem feltűnt ott valami, hogy a, a, a B-középnek a jobb oldalán lent, ott van egy fekete ruhás csoport, és ők nem szurkoltak. Csak ott álltak, nézték a meccset, én a C4-be ülünk, a barátommal ott van nekünk bérletünk, és úgy furcsa volt, és azt hittem, hogy valami új biztonsági erő van, amelyik elhatárolja egymástól esetleg pont ezt a uh -huh. két tábort. Aztán később ugye sokkolt szinte az a hír, amit történt. Na most egyébként ugye ez a kiegyezés, három és fél évig küzdködött egymással a kétféle a Fradi vezetése és a tábor, aztán született egy kompromisszum, és hát tipikusan olyan kompromisszum, hogyha azt kérdezem tőled, hogy ki engedett többet, hát azt hiszem, hogy nagyon nehéz erre válaszolni, nem? Mert hogy kell is szkennelni, meg nem is, hoztam is, meg nem is. Hát de furcsa helyzet, mert nekem például kell szkennelni. Igen, a, a jó fiúknak nekünk kell szkennelni, hát nekem is kell. Nem. De azt mondom, hogy mindent megért az legalábbis az, az alkú folyamatban, hogy visszajöjjön a tábor. Azért, amikor ott néhány száz ember cincogott a végközép helyén, és az újpesti drukkerek mondjuk lesöpörtek bennünket, váltak bennünket, azért az nem volt egy nagyon fényes dolog. Tehát én azt gondolom, hogy megteljen a stadion, hogy legyen hangulat, az kellett egy ilyen alkúnak megszületnie, és hát a Kubatov Gábor nagyon szívós volt, és tulajdonképpen egész évben nem érte azt, amit szeretett volna. Miközben engedett, mert ugye azért a legkeményebb pontokon azt mondta, hogy szkenner nélkül nem és soha, és akkor ebbe ugye azért neki is kompromisszumot kellett kötni. Ennek a megegyezésnek van-e köze ahhoz szerint, hogy közelednek a választások? Hát én most nem másznék bele a politikába, de nyilvánvaló, hogy hogy az egésznek volt egy ilyen politikai színezete, mert mindig ilyen támadás érte Fradit, hogy ott van az a szép stadion, nincsenek benne nézők, minek költeni a focira, amikor nincsenek nézők, holott tudjuk jól, hogy egy jó futballeredmény azonnal elővarázsolja az embereket, lásd tavaly az LB-nél is. Tehát biztos, hogy, hogy van politikai hatása, hogy politikai kényszer volt a rajtuk, azt nem hiszem és politikai kockázata van, lásd ez a botrány, ez a balhé, amiről ugye most azt mondják, hogy majd kivizsgálják, és pontosan lehet tudni a kamerák alapján, hogy kik követték el, és aztán persze majd megnézhetjük, hogy mi lesz a penitencia, mondjuk egy örökös kitiltás, szóval hogy milyen következményekkel jár, de hordoz -e ez kockázatokat, mert azért a, 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 balhé, meg a konfliktusok, az lehet, hogy a jövőben is benne van a levegőben, nem? Hát ugye 50 emberről van szó, és a, a minden négyzetcentimétert vesznek a kamerák meg fogják találni, most nem csak azt a két embert, akit most ugye őrizetbe vettek, hanem szerintem az összeset, és én nagyon remélem, hogy börtönbe csukják őket, tehát nem az lesz, hogy kitiltják a stadionból őket. Ezek az emberek a konfliktusaikat az ABC-ben, a villamoson, a buszon ugyanúgy intézik el, tehát ezeknek a civil életben vannak konfliktusaik, és nincs helyük tulajdonképpen. A, sem a az ABC-ben, sem a stadionban. Így mondom. van, tehát én azt gondolom, és úgy érzem, hogy a Fradi mindent, meg fog tenni óriási a tét. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem fognak semmit taktikázni, hanem, hanem ki fogják pucolni azokat, akik nem oda való. Együttműködve azokkal a szurkolói csoportokkal, amelyek most visszatértek, tehát ez a késelés, ez a verekedés, ez nem fogja semmisíteni a megállapodást? Mit gondolsz, ne is keresünk összefüggést? Meg tudják azon a módon oldani ezt a konfliktust, ahogy ezt egyébként bejelentették előtte, hogy közösen bármifajta ütközés esetén döntéseket hoznak. Hát ugye a biztonsági főnöknek a közleménye az egy nyílt kihívás a tábornak, mert azt mondja, hogy segítsük azonosítani, a, vessétek, a, a, a ki magatok közül. vessétek ki magatok közül. Ha akartok meccsre járni, akkor vessétek ki magatok közül. Ha nem akartok cserbe hagyni minket, akik mi engedtünk, ahogy azt te is mondtad, akkor vessétek ki magatok közül ezeket az embereket. Ebben a mérkőzésen azt is láttuk, hogy megjelent eléggé vasósan és szépen a pirotechnika. Én megmondom őszintén, Nekem lehet, hogy én is már túl öreg és konzervatív vagyok, de úgy a mérkőzéshez az a, az illat is hozzátartozik meg, a, természetesen ugye nyilvánvalóan nem baleset veszélyesen, de hogy, de hogy legyenek színek meg füst. Ez azonban ugye ma igen nagy szigorral tiltott a magyar pályákon. Most akkor mi lesz ennek a jövője az egy visszatérés után, mit gondolsz? Na nem tudom, Jönnek de nekem, a büntetések? Nem tudom, de nekem is tetszik. Tehát a, megad egy olyan hangulatot, mint akár a koreográfiák, vagy a nagy a, a, a plakátok. Én azt gondolom, hogy valamit ki kell találni, mert nézd, a, a, a sportnak két mozgató ereje van, a futballnak ezen belül. Az egyik a pénz, a másik az érzelmek. És az érzelmeket a szurkolók közvetítik a pályára, a nézőnekünk. nekünk. És az pont az érzelmeik miatt fizetnek az Fizetnek, és, a, és az érzelmeknek vannak ilyen hordozóik. A, a, csatakiáltások, a jelszavak. Tehát én azt gondolom, hogy lehet csinálni ilyen purifikált, kitisztított közeget, de az nem lesz érdekes. Hát most olvasom, hogy a Pepe visszaszúrt a Real Madrid drukkereknek, hogy, hogy, milyen sajtma rendeznek a török szurkolókhoz képest. Tehát ez mindenhol probléma, és én azt gondolom meg kell, vagy meg lehet találni azt a Keszkény ami amit mondasz, viszont ehhez, ehhez, most az mls van a sor, hogyha már a Fradi mutatott, a Ferencváros vezetése mutatott egy ilyen kompromisszumkészséget, amiben a saját elveiből vagy szigorából is visszavett, akkor most az mls is lassan azt kéne mondani, hogy valamit a pirotechnikából visszaenged? Szerintem igen. Szerintem igen. És ugye hát azért ez, a, ez a, az affér, ez nem egy klasszikus nézőtéri rendbontás volt, hanem a büfében történt, tudom, ez egy ilyen álságos magyarázatnak tűnik, de nagyon remélem például, hogy, hogy a videóton ellen is tele lesz, tele lehet a stadion. Na most egyébként, hogy a lényegről, meg a futballról is szó esik, szerinted egy ilyen 20 ezeres támogatás alapvetően megváltoztatja a fradi esélyeit a bajnokságban? Hát ugye ez az érdekes dolog, mert Lipcsei Peti nyilatkozta, amikor a, a a fakónak a meccsére elment a tábor, hogy ha ez a tábor ott lenne az ülői úton, akkor mindig nyernénk. És ugye a fakó egyszer sem nyert, amikor, a, amikor kiment a tábor. Te lehetett érezni ezen a meccsen, hogy nyomja bele a közönség a meccsbe a Fradit. Tehát a második félidőben azt is lehet mondani, hogy szétfutották a Debrecen, egy nagyon jó Debrecent, egy szervezett Debrecent. Tehát én azt gondolom, hogy hogy részesen lehet a Ferencváros sikereinek ez a közönség, ha sikerül megőrizni rendbontás nélkül, és én azt gondolom, hogy sikerülni fog. Na most itt megint az a nagy kérdés az MLS részéről, hogy egyrészt ugye nyilvánvalóan örülni kell és támogatni kell azt, hogyha a nézőszám emelkedés van, és ebben ki más, mint első olyan a Fradi tudja húzni a magyar NB1-et, hagyományosan megjelenében is. Viszont ha az MLS meg a jelenlegi szabályhoz hűséges, akkor amit a képen is látunk, tehát a pirózás, meg, a, meg egyébként a balhé miatt is büntetéseknek kell következni, például mondjuk pályabetiltásnak vagy zárt kapus mérkőzésnek. Szerintem ez nagy hiba lenne. Ugye ezen a mérkőzésen háromszor annyian voltak, mint az összes többi. Tehát azért, amikor arról beszélünk, hogy hol vannak a nézők, akkor kell kötni kompromisszumokat. Amikor arról volt szó, hogy ki engedett többet és ki sem. Ugye, aki mindent meg akar tartani, az mindent el fog veszteni. És én azt gondolom az MLS-nek is, hogy mondja, segíteni kell ezt a folyamatot, hogy maradjon a hangulat, jöjjenek a nézők, és persze lecsapni, odacsapni akkor, amikor ilyen konkrét ügyek fordulnak elő. És mit tegyen az az egyszerű szurkoló állampolgár, aki ezeknek a szabályoknak, például a vénaszkennernek ö, alávetette magát, és azt mondta, hogy ö, kiváltom a kártyát, csapatomat támogatom, ezek a szabályok, ha tetszenek, ha nem, de kitartok mellettük, és most azt látja, hogy hát valakinek meg nem kell. Tehát mit mondjon az ő állampolgári jogérzékének ez? Biztos, hogy csípi a szemét néhány emberek, de azt gondolom, hogy ha szereti a klubot, szereti a meccset, a jó hangulatot, akkor azt kell mondani, hogy én akkor beteszem a kezemet a szkennerbe, mint a én is azt mondom. Uh -huh. Tehát nem mondom, hogy ideális állapot, de hogyha ezek a kompromisszumok kellenek ahhoz, hogy megteljen a stadion, akkor annak a csendes többségnek is ezt el kell fogadni, és szerintem el is fogja fogadni. Na persze nyilván egy átmeneti állapotról beszélünk, mert az, az ideális az egy idő múlva már az lenne, hogy azért mindenki egyformán valatkozom minden szabály. Vagy van, vagy nincs. Hát vagy szig... több évbe telett ez, amíg sikerült átmosni a közönséget. Na most, szerinted meddig tart ki ez a lelkesedés? Egyrészt az is lehetséges, sokan kimentek erre a mérkőzésre, mert kíváncsiak voltak arra, hogy milyen lesz így a hangulat, milyen lesz a tábor visszatérésével. Ugye békés családok is járnak a mérkőzésre, gyerekeket is elvisznek, amikor hallanak, látják, hogy ilyen Balhé volt, akkor ez sokakat akár el is riaszthat. Másfelől ugye a kíváncsiság az, az nagy úr, nézzük meg, milyen a grupa ma tele. Aztán tele lesz, még egyszer mondjuk, és ezt ö, látják az emberek, de ez a lelkesedés nem fogja alább hagyni. Nézd, én 50 éve járok rockkoncertre és futballmeccsre, és még soha semmilyen atrocitás nem ért. Öt szóval el lehet mindenkor konfliktust intézni, bocsánat, légy szíves, stb, stb. 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 Tehát azért nem fenyegeti a békés családokat ez a veszély ott, ahol ők ülnek. Egyébként pedig, hogy meg lehet -e tartani, ebben a csapatnak nagy felelőssége van. Ha jól futballozik a Ferencsász a Fradi továbbiakban is. Akkor jönni fognak az emberek. Ha nem futbal, ha nem, nem játszik jól, akkor nincs az Isten, hogy becsülítse az embereket. Szenvedni bárhol lehet, nem kell az elmenni egy stadionba. Tehát én azt gondolom, hogy ha jól lesz a Fradi, akkor. akkor a magas Na most, jól lesz a Fradi. Ez a keret elég erősnek tűnik, és úgy látszik hogy most egészen jó minőségű légiósokat nagy mellényúlások nélkül sikerült igazolni a zöldfehéreknek. Az első számú bajnoki esélyesnek tartod a Fradit? Hát a videóton nagyon erős. Tehát én azt gondolom, a Fradi ezekkel az erősítésekkel ismét betette négy egyet a bajnoki küzdelmekbe. Tehát esélyes arra, hogy bajnok legyen, de nem merném azt mondani, hogy biztos, hogy, hogy bajnok lesz. Amit én hiányolok a Fradiból, egy, egy jó nagy magyar sztár, ha van ilyen egyáltalán. Hát azt nem akartam a... neked mondani, hogy nem hiányolod, de azt az utat, amire a Debrecen rálépett, egyébként nem eredménytelenül az első jelek szerint. Sok magyar fiatal, akik a klubhoz köthetőek, és aztán mennek a szurkolók, és szurkolnak a mi fiainknak. Hát én szívesen látnám a Gyucsákot a csapatba, akár egyébként tőzsért is a Debrecenből, hogyha már itt tartunk, ugye volt is a Fradiban. Én azt gondolom, hogy, hogy, ki kell termelni a Fradinak ezeket a tehetségeket, vagy ezeket a sztárokat, vagy hazahozni. Lehetne egy ilyen MLS program egyébként, amelyik azokat a futbalistákat hozza haza, akik nem top klubokban vannak, hanem közepes vagy annál gyöngébb csapatoknál kallódnak a kispadokon. Annak nem sok értelme van. Nézd, az ilyen fészek programra most van pénz, az biztos a, a, a magyar fociban. Na mindegy, legközelebb a videót van egy és reméljük, hogy tehetsz szúró és vágó fegyverek nélkül. Ott leszünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.